A Szentannai napok keretében a névadóról és az intézményi kapunyításról is megemlékeztek. A névadó pályáját Gánóczi Ferenc pedagógus méltatta. Mint elhangzott, Szentannai Sámuel pályája Székely-Szent Miklósról indult. Szentannai Sámuel nem volt szent, és varázserővel sem bírt. Két eszköze volt csupán, az egyik egy szuper képesség, úgy nevezik, hogy kitartás. A másik a motiváció, amit a közösségért vállalt felelősség táplált. És egy dolgot nem ismert, lehetetlent. Nem csoda, hogy Karcag már kezdetben felfigyelt a kvalitásaira, érkezése után egy évvel már a városi vezetőtestület tagja volt. Székelyföld fia sok száz kilométerről megérkezett hozzánk 1912-ben, iskolaigazgatónak egy haldokló iskolába, mezőgazdasági szakembernek egy terméketlen területre. Valószínűleg sohasem látott szikes talajt. Ha tanult is róla a kolozsmonostori gazdasági tanintézetben, legfeljebb annyit, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Az iskola 300 hektárjából 160 hektár terméketlen volt. 3-4 év múlva az iskola átlagtermése meghaladta a városi átlagtermés kétszeresét, úgy, hogy a földjeink silányabbak voltak az átlagnál. Karcag területe, Szentannait idézem egy 1918-as országos szaklapból, nem termette meg a 22 ezer lakos számára a fejkvóta szerinti szükséges kenyérmagvat és vetőmagot, úgy, hogy a városnak mintegy 245 vagon búza behozatalra van szüksége. Az esetben, ha a határban is olyan lett volna az átlagtermés, mint a földműves iskola gazdaságában, úgy nem hiány, hanem 620 vagon búza felesleg lenne. A múlt 1917. évben Karcagváros határában átlagban még annyi kukorica sem termett, mint amennyit vetőmagnak felhasználtak. A következő mondatot a tanulmányában dőlt betűvel szedi Szentannai: a gazdák 90%-ának egy szem kukoricája sem termett, az iskolának ebben az évben is 598 kg kukorica átlagtermése volt. Eddig az idézet. 1929-ben az ország öt legeredményesebb tejelő tehene közül kettő az iskoláé volt. Mindennek természetesen híre ment, egyre többen iratkoztak be, jöttek a fejlesztések, a támogatások, a gépesítés, faiskola. Tangazdaságunkat magyar és nemzetközi tudós társaságok látogatták, öntözőrendszerünket maga a kormányzó is megnézte. Az iskola valóságos oázissá vált. Móricz Zsigmond 1932-ben egy cikkében így emlékezik Berekfürdői látogatására: legjobban azt sajnáltam, hogy egyetlen facsemetét se látok. Kopár vidék, csak néhány tamariszkusz bokor szomorkodik a szomorú kis tanya előtt. És ez a magyar alföld elkedvetlenítő élete. Mi minden lehetne itt, és semmi sincs. Semmi sincs, csak a mazdnaság, gyávaság, az erőtlenség. Így tűnnek el a kincsek, és így múlik el az élet a magyar rónákon, a tejjel mézzel folyó Kánaánban. Móricz nagyon-nagyon tévedett, csak egy pár kilométerre kellett volna idébb jönnie, és rátalált volna egy virágzó gazdaságra, ahol Szentannai már 12 hektáron telepített faiskolát. Fái a mai napig árnyékot adnak nekünk, erőfeszítései a mai napig gyümölcsöznek. Tisztelt jelenlévők! Egy ember rengeteget tud tenni, és ha igazán tehetséges, a munkája generációkra kihat. Egykori igazgatónk olyan intézményt teremtett szinte a semmiből, ami azóta sok ezer embernek adott otthont, közösséget, végzettséget és Szentanna is identitást. A megemlékezés után a névadó mellszobránál az önkormányzat nevében Nagyné László Erzsébet helyezte el az emlékezés virágait. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézete nevében dr. Csizi István adózott Szentannai Sámuel pályája és munkássága előtt. Majd az iskola vezetősége és a diák önkormányzat tagjai helyezték el a megemlékezés koszorúit. Ezt követően a hagyományokhoz híven a harang hangja emlékezett meg a névadóról, végül az ünnepség a szózat hangjaival véget ért. A karcagi temetőkben a diákok már korábban megkoszorúzták az elhunyt tanárok, igazgatók sírját is, és főhajtással tisztelegtek az emlékük előtt.